választanám külön semmiképpen az identitásőrzést és a kompetenciák elsajátítását vagy átadását. Mert azt szoktuk mondani, hogy az oktatási rendszer az mindig azért felel, vagy bármilyen oktatás, hogy bizonyos kompetenciákat, tudást adjunk át a tanítási folyamat során. És ehhez képest a kisebbségi oktatásnak van egy plusz funkciója, de ez csak egy plusz funkció, de semmiképpen sem helyettesíti a két funkció egymást, hogy identitást erősítsen. És a szórványban talán ez még erősebben jelentkezik, mert egy többszörösen kisebbségi helyzetről van szó a tömbhöz képest, és ennek a kettőnek együtt kell megvalósulnia. Ezért tartjuk fontosnak a mi kutatóintézetünkben és olyan kutatásokban is, amiket a kutatóintézet támogat, hogy ne olyan értelemben vizsgáljuk a szórványoktatási intézményeket, hogy vannak, milyen támogatást igényelnek, hogyan szerveződnek hálózatba, hanem azt is nézzük meg, hogy mennyire hatékony ez az oktatás, a magyar nyelv elsajátítás, illetve más kompetenciáknak az elsajátítása ezeken az intézményeken belül, mert ez ugyanolyan fontos, tehát az alapvető funkciója, amit kiegészít az identitás erősítése. Odafigyelünk erre az egyensúlyra, mi idehaza? Hát lehet, hogy nem figyelünk oda eléggé, de ebben a vonulatban, amiben a kollégáim is beszéltek, én is azt mondanám, hogy szorványban élő fiatal, gyermek számára valójában, ha két dolog nem helyeződik szembe egymással, az identitásőrzés, tehát a magyar környezetben való mozgás, specifikusan tanulás, illetve többségi társadalomban való integráció, az nagyon jól kiegészíti egymást, hiszen olyan fiatalokról van szó, akik, ha magyar iskolában tanulnak, akkor identitásukat őrzik, egy magyar környezetben mozognak, magyar kapcsolataik vannak, de ugyanakkor kitűnően tudnak románul. Ne felejtsük el, hogy a fiataljainknak egy jó nagy része, ha nem fele, most már nem fele, olyan gondokkal küzd, hogy viszonylag földrajzilag szűk övezetben tud boldogulni, mert nem ismeri a román nyelvet. Szorványban ilyen gondjai nincsenek valakinek. Tehát felnőhet valaki román tágabb értelemben, nem a családot értem, vagy akár családban, román környezetben, de az iskoláit magyarul végzi, a két nyelvet elsajátítja, neki semmilyen nyelvváltási gondja nincs, mert nekem se volt Kolozsváron 12 év magyar tanulás után románul végezni szükségszerűen, mert más nem volt az egyetemet, utána pedig magyarul tanítani.